Válogatott ökölvívóval erősített a Fehérvár Vasas SC. Augusztus 21-től Görbics Gábor, többszörös magyar bajnoki érmes öklöző is a Svasznek Jenő szakmai irányítás alatt működő klub kötelékébe tartozik. Görbics az ökölvívás mellett más sportágakban is szép sikereket ért el. Hogy más nem mondjunk, kickbox Európa bajnok. Fehérvárra igazolásának egyik oka a már említett kiváló edző, Svasznek Jenő személye. Az ő keze alatt szeretne még sikeresebbé válni Görbics. Vagy egy kicsit irányítva vagyok egy jó edzésmunka mellett, sokkal több kijöhet belőlem, mint eddig is volt a sikereim, tudtam megnyerni sok nemzetközi tornát, akár Európa-bajnokságot is, más sportákban is, de úgy gondolom, hogy így még többre lehetek képes egy irányított munka mellett. Görbics Gábor sok időt még nem tudott Fehérváron tölteni, a hétvégén már egy több napos válogatott viadalon vesz részt Groznyban. Orosz tagállamok mindig jók, és nagyon hosszú lesz a verseny, 6 napos lesz a verseny, az azt jelenti, hogy minimum súly, minden súlyban 30-nál több induló lesz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül komoly megméretet. És két súlycsoportban érdekelt, a kisváltós, meg a nagyváltóban, 69 kilóban indulok most, úgyhogy egy súlya följebb is fogok boxolni, de bízom benne, hogy sikeres leszek. A klub vezetője Hegyi Zoltán nagyon örül Gábor érkezésének, aki hozzáállásával, képességeivel igazi példakép lehet a fehérvári fiatalok előtt. Ő egy nagyon dolgos gyerek, nagyon szereti a munkát, és nekünk azért kellett ő főleg azon túl, hogy ő a 64 kilóban most az első számú válogatott, mivel hogy a K.T. Gyula olimpia után abba hagyta, ő egy fiatal srác, és nekünk azért is volt jó, hogy ő bejelentkezett hozzánk, mondjuk ezt ki szeretném emelni, hogy nem mi kerestük meg, hanem ő jelentkezett be hozzánk, mivel a Jenő bácsival ő már együtt dolgozott a szakmai vezetőnkkel. És két dolog miatt, egyik az, hogy példaképet tud a munkájával, a viselkedésével, a példamutató hozzáállásával itt a feltörekvő fiatalságnak példaképet tud lenni. Meg ugye nekünk is van itt több olyan ökölvívónk, aki a ő súlyához vagy előtte, vagy fölötte vannak, és együtt tudnak készülni. Egyre erősebb tehát a Fehérvár Vasas SC, melyből Görbics mellett Hegyi Barnabás is meghívót kapott az oroszországi viadalra, de késérlése miatt le kellett mondani a szereplést.